Sziasztok! Újdonsült kertulajdonosoknál gyakran látok olyan bejegyzéseket, ahol keresik a számukra ideális fákat. Gyorsan nőjön, nagy árnyékot adjon, ne legyen túl magas, metszeni ne kelljen, ne legyen termése, ne potyogjon róla semmi, az se baj, ha örökzöld, meg úgy tulajdonképpen ne is kelljen vele foglalkozni. Na ilyen fát egészen biztosan nem tudok majd mondani, hogyha egy gyorsan növő, nagy árnyékot adó, viszonylag igénytelen és némi gondozást igénylő fát keresel, akkor a szomorú fűz lesz az egyik, amit tudok ajánlani. A kép bal oldalán találjátok, itt szépen lengedeznek az ágai is. A gyors növekedés alatt azt értem, hogy nem kell 2-3 generációnak felnőni ahhoz, hogy a teljes család alá tudjon ülni, hűsülni, mint például a diófánál, hanem hogyha már megvettük a telket és családalapításon törjük a fejünket, mire a gyerkőcök 8-10 évesek lesznek, akkor már egészen biztosan meg tudjuk nekik mutatni, hogy hogyan is kell fára mászni. A talaj minőségére nem igazán érzékeny, mert itt is egy nagyon rossz minőségű töltött talajról beszélünk, de ilyen körülmények között is több mint 8 méteres magasságot ért el, és az átmérője is meghaladja a 9 métert. Ez itt több mint egy 20 éves példány, és közel sem érte el a teljes méretét, a kifejlett példányok ennél sokkal-sokkal nagyobbak. Kedveli a folyamatosan nedves talajt, sőt az időszakosan előforduló, napokig tartó vízborítást is könnyedén elviseli, és ha megnézzük a legszebb példányaival, folyók mentén, illetve tavak partján találkozhatunk. Közvetlenül a lakóházak mellé nem igazán javaslom az ültetését, ez mégiscsak egy lombhullató fa, és azt a néhány tízezer levelet, ami rajta található, azt le fogja dobni előbb-utóbb. Illetve mivel a fűz az egy puha fa, így erősebb viharok, nagyobb széllökések esetén kisebb-nagyobb ágak le tudnak törni. És ebből kiindulva károkozó rovarok is meg tudják támadni, és az ő tevékenységük után bizony száraz ágak is le tudnak potyogni. A legnagyobb kárt a nagy farontó lepke hernyója tudja okozni, és ezt sajnos be is tudom mutatni, ugyanis a több tucatból álló hadsereg nálam a fának a törzsének a nagy részét sajnos el is fogyasztotta. Magasra törő, de visszahajló ágrendszerrel rendelkezik, egészen a föld felszínt elérő friss hajtásokkal. Erről is kaptam magyar nevét, de a nevével ellentétesen rendkívül sok örömteli pillanatot tud okozni. Hogyha olyan helyre ültetjük, ahol gyakran eljárunk alatta, vagy kert és sütőde van, vagy kiülőt tervezünk, akkor az évenkéti gondozása az kimerül annyiban, hogy évente kétszer fejmagasságban jó alaposan megmetszük. A metszést azt rendkívül jól bírja, tehát hogyha egy kifejlett példány előregedett ágrendszerét szeretnénk megújítani, akkor nyugodtan szóba jöhet akár a csonkolás is. Az adott évben már egy 3 méteres növekedésre is számíthatunk. Levelei zöldek, melyek ősszel a sárga szín különböző változataiban pompáznak. Rendkívül erős és kiterjedt gyökérzettel rendelkezik, tehát itt ágvastagságú gyökereket kell elképzelni. Így ha valaki azért nem ültetné, mert fél attól, hogy kicsavarja egy nagyobb vihar, hát ez csak részben igaz, ugyanis a könnyű faszerkezete miatt sokkal inkább fog ketté törni, mint gyökerestől kicsavarodni. Amit ezzel párhuzamosan tudok ajánlani, az a csavart fűz, ott található a háttérben. Az alapigényei azok megegyeznek a szomorú fűzével. Ennek azonban felfelé álló ágrendszere van, így évenkénti metszés semmiképpen nem igényel, maximum egy kis alakító metszést. Az ágai, mint jól látható, ilyen dugóhúzószerűen csavarodnak, és igazából ez adja a díszítő értékét. Illetve a hullámzóan növő levelei. Mindkettő esetében elmondhatjuk, hogy egészen különleges látványt nyújtanak a szélben lengedező ágai nyáron is és télen is. Szaporításuk semmilyen különleges tudást és semmilyen különleges csodaszert nem igényel, nincs más dolgunk, mint újnyi vastag vesszőket levágunk az ágról, és egész egyszerűen földbe dugjuk. Azok pedig nagyon könnyen kigyökeresednek. Ültetni mindenképpen napos helyre ültessük. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan jelentkezem. Sziasztok!